húsvéti ünnepek alatt több napról keletkeztek adatok, új adatok, amelyek a koronavírus fertőzést jellemzik. Így az igazolt fertőzöttek száma a mai napon 1512 fő. Sajnos 122 fő embertársunk elhunyt a koronavírussal összefüggésben számos egyéb krónikus betegsége miatt. Ők többnyire idős emberek, embertársaink, azonban néhányan viszonylag fiatalon is elhunytak, az ő számuk kevesebb, lényegesen kevesebb, azonban megállapítható, hogy mindnyájan valamilyen régóta hurcolt alapbetegségben szenvedtek, jellemzően valamilyen krónikus megbetegedésük volt. Tehát változatlanul igaz az a tétel, hogy elsősorban az időseket és a krónikus megbetegedésben szenvedőket érinti leginkább a fertőződés. Ők azok, akik magas kockázatot viselnek. Természetesen minden korcsoportban előfordul fertőződés, egészen a gyermekkortól a legidősebbig, és ezeket a fertőzéseket bárki, bárkinek át is adhatja. Van, aki nagyon tünetszegényen vészeli át ezt az időszakot, néhány nap alatt teljesen jellegtelen tünetekkel. Vannak olyanok, akik viszont mutatják a betegségnek a jellemző tüneteit. Ezek általában láz, légszomj, érdekes, hogy sokan a szaglás és az ízlelésnek az elvesztéséről, átmeneti elvesztéséről beszélnek, és a súlyosabb esetekben pedig olyan fokú nehéz légzés van, ami miatt kórházi kezelés szükséges. Ugyanakkor örömmel tájékoztatom arról is önöket, hogy már 122-en meggyógyultak a betegségből, és főképpen nagyon jó hír az, hogy 9 fő a lélegeztető gépről lekerülhetett. Ez egy nagyon nagy teljesítmény, és itt szeretnék köszönetet mondani újfent az egészségügyi dolgozóknak, hiszen ez az ő érdemük, és az intenzív osztályt is elhagyhatták már ezek a betegek. Április 14-től 2 ideiglenes változások lépnek érvénybe a Fehérgyarmati Kórházban és a Nyírbátori Szakrendelőben. A veszélyhelyzet ideje alatt működő szakmaspecifikus sürgősségi rendelések elérhetőségében. Az átmeneti változások szükségesek ahhoz, hogy az egészségügy a legmagasabb szinten készüljön fel az új koronavírus járvány leküzdésére. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának utasításai szerint az intenzív kapacitások és a COVID-19 fertőzött betegek ellátására alkalmas erőforrások bővítése jelenti az elsődleges prioritást. Az ideiglenes rendelkezések a veszélyhelyzet idejére vonatkoznak. A járvány elmúltával a megszokott rendben folytatódik a betegellátás a kórházakban és a rendelőintézetekben. Április 14-től átmenetileg az alábbi sürgősségi ellátások szünetelnek a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktató kórház Fehérgyarmati kórházában. A sebészeti, nőgyógyászati, kivéve az egynapos nőgyógyászat ellátásokat, egynapos sebészeti, fülorgégészeti, traumatológiai ellátás, az intenzív ellátás, a szülészeti ellátások közül a 37. terhességi hét előtti szülések ellátása, a sürgősségi betegellátó osztály működése. Az ideiglenesen felfüggesztett sürgősségi ellátásokat a Máté-Szalkai Kórház veszi át, amely a veszélyhelyzet ideje alatt fogadja a Fehérgyarmati Kórház területi ellátási kötelezettségébe tartozó betegeket is. A szülészeti, 37. terhességi hét után az egynapos nőgyógyászati, a gyermekgyógyászati és belgyógyászati fekvőbetegellátások esetében a veszélyhelyzet alatt is változatlan a sürgősségi ellátások biztosítása a fehérgyarmati telephelyen. A sürgősségi betegellátás feladatait a szakmaspecifikus sürgősségi rendelések veszik át, amelyek munkaidőben fogadják a betegeket. Ezekre a szakrendelésekre nem lehet előjegyzést kérni, a betegek telefonon informálódhatnak az adott rendelésekről.
Az elkerülhetetlen akut betegellátás biztosítása érdekében a fehérgyarmati belgyógyászati osztályon működő sürgősségi ambulancia ügyeleti rendszerint fogadja a betegeket. A nyírbátori szakrendelőben átmenetileg minden ellátás szünetel. A sürgősségi esetek ellátása a Nyíregyházi Józsa András Oktató Kórház sürgősségi osztályán történik. A Fehérgyarmaton munkaidőben működő szakmaspecifikus sürgősségi rendelések és a nyírbátori szakrendelő ellátás területéhez tartozó lakosok számára igénybe vehető ellátások elérhetőségei az alábbi linken érhetőek el. A járványhelyzetben a segélyszervezetek is igyekeznek kivenni részüket a rászorulók támogatásából. A baptista szeretetszolgálat főként tartós élelmiszereket, tisztítószereket, takarókat, szájmaszkokat és ruhákat biztosít rászoruló családok számára. Az elmúlt csütörtökön Máté Szalkáról indított el egy szállítmányt a szeretetszolgálat. 250 tartós élelmiszer csomag indul el nehéz helyzetben lévő családoknak, időseknek, gyermekellátásban részesülő gyermekeknek és az ő családjuknak. A baptista szeretetszolgálat az elmúlt hetekben nagyon sok helyén az országnak már élelmiszerrel, ruhával, szájmaszkkal, fertőtlenítőszerrel, más egyebekkel igyekezett támogatni azokat a családokat, akik már most a járvány első időszakában nehéz helyzetbe kerültek, valamint 9 millió forint értékben egytálételeket, pizzákat tudtunk vinni Budapesten és más kórházakban dolgozó egészségügyi munkatársaknak. Mint az alelnök elmondta, az adományok csomagolásánál és kiszállításánál fokozottan figyelnek az egészségügyi előírások betartására. Eddig akár szociális segítségnyújtásról volt szó, akár mondjuk egy vörösiszapról, egy dunai árvízről, tiszai árvízről, vagy külföldön földrengésekről, abból a szempontból sokkal könnyebb volt az adományozás, hogy elindultak a munkatársaink, elindultak az önkénteseink, pontosan tudtuk azt, hogy mit, hogy, hogyan kell csinálnunk. Itt abból a szempontból sokkal nehezebb, hogy minél kevesebb kontakttal, minél inkább vigyázva azokra, akik csomagolják ezeket az adományokat, azokra, akik a megvásárlásnál segítenek, akik kiviszik, és természetesen nagyon vigyázni azokra, akik megkapják ezeket a csomagokat, vagy bármilyen más jellegű segítségnyújtást, mondom, akár idősekről, akár gyermekekről, vagy sérültekről van szó. Az, hogy mindenkinek az egészségére, a testi épségére tudjunk vigyázni, és csökkentsük a járványveszélyt, ez különleges nagy kihívás most nem csak nekünk, minden segélyszervezetnek. A csütörtöki szállítmányból a megyében Mátészalkán, Nagyhalászban és Nyírbogdányban kaptak rászoruló családok, de Kisújszállásra és Törökszent Miklósra is jutott a csomagokból. A motorkerékpáros balesetekben meghaltak, illetve megsérültek 70%-kal nem töltötte be a 35. életévét. Ezért is nagyon fontos, hogy a motorosok a néhány hónapos vezetés kihagyás után ne csak magukat, hanem járműveiket is készítsék fel a közlekedésre. A hetek óta tapasztalható, kedvező időjárás beköszöntével ugrásszerűen nő az utakon a motorosok száma, még ebben az időszakban is, amikor hivatalosan a koronavírus járvány miatt érdemes lenne otthon maradni. Van egy korlátozás, amelyet be kell tartani nem csak az autósoknak, a motorosoknak is. A szabály úgy rendelkezik, hogy munkavégzés céljából gépjárművet szabad használni. Ez a gépjármű alá értendő, ez alatt a motorkerékpár is, akár a segédmotorkerékpár, mint jármű is, nagy motorok. Tehát ezeket ezért láthatjuk az úton, ezek akik munkában és egyéb más ügyek intézésére használják. Tehát a motorok már kint vannak az úton. Vezető baleseti okok évek óta a sebesség nem megfelelő megválasztása, az elsőbségi jog meg nem adása, az irányváltoztatás szabályainak be nem tartása és a szabálytalan előzés. Pillanatok alatt pikpak a semmiből előkerülnek, és ugye nem beszélve arról, hogy az ő láthatóságuk a többi gépjármű részéről korlátozott, mert ugye jóval egy válszélességet lehet ugye egy motorkerékpárból látni, jóval nehezebben észrevehető. Azt ne felejtsük el, hogy egy motor azért 4-5 másodperc alatt százas tempót tud elérni. Vegyük akkor alapul egy lakott területen, egy 50-es tempót 2-3 másodperc alatt egy motorkerékpár elér. Tehát addig, amíg mi egy tükörbenézéssel eddig meggyőződtünk egy irányváltásról, egy elindulásról, a 2-3 másodperc alatt ezek után akár egy motorkerékpár is ott lehet.
A szakember azt mondta, bár a szezon még csak most kezdődött, már volt halálos kimenetelű motoros baleset. A koronavírus miatt pedig a tanfolyamok is szünetelnek. Hivatalosan március 1-től lehet oktatni és a rutinpályát használni, a korlátozások azonban ezt hamar felülírták. Hogy ezek a tanfolyamok mikor folytatódhatnak, azt egyelőre nem lehet megjósolni. Egy hónapon belül már a második Mismitakin bébi született itt a Nyíregyházi állatparkban. Ennek nagyon örülünk, hiszen ez a faj végveszélyben van. Az egész világon mindösszesen 3500 egyedél a szabad természetben belőle, sajnos az élőhelyük pusztulása és az orvadászat tizedeli állományaikat, az elmúlt 25 évben 30%-kal csökkent az állományuk. Itt a Nyíregyházi állatparkban egy tenyészcsapat található, a HIM 2009-ben, míg nőstényei 2014-ben érkeztek hozzá, és egy-két évente mindig van szaporulat. A takin féléknek 4 alfaja van, az itt látható Mismi takinok a Mismi hegyről kapták a nevüket, ami a Himalájában található. Élőhelyükön 1000-3000 méter magasságban fordulnak elő, ahol nem csak vastag bundájuk védi őket a hideg ellen, hanem az ívelt orrhát is, az úgynevezett kosorr, hiszen ez előmelegíti a tüdőbe áramló levegőt. Itt a Nyíregyházi állatparkban egy hónapon belül 2 kis mismitakin is született, a márciusi születésű egy nőstényi varúállat, a mostani pedig egy bikaborjú. A most született kicsivel már 9 tagot számlál a Nyíregyházi állatpark mismitakin csapata. Köszöntöm a kedves nézőket! Az elmúlt napokban, azaz a hosszú hétvégén ünnep ideje alatt tömegével történtek a közúti közlekedési balesetek a megye területén. Legtöbb esetben főútvonalakon történtek, nagyon sok esetben kellett a mentőknek helyszínen ellátást végezni, illetve kórházba szállítani sérülteket. Volt kerékpáros térsérüléssel járó baleset, amikor a kerékpáros nem szállt le a kerékpályáról, aki előtt gyalogát kellene úgy hajtott át, mikor egy személygépkocsival ütközött. Több esetben lesodródtak az utakról, főútvonalakról, illetve az M3-as autópálya Nagykálói lehajtójánál egy járművezető nem jól választotta meg a sebességet, lesodródott, szallagkorlátot átszakította, majd egy réten több esetben megpördült a gépkocsijával, a férfi megsérült, szintén kórházba kellett szállítani. De Nyíregyháza belterületén is történtek súlyos kimenetelű közúti közlekedési balesetek. Gyakran fordultak elő olyan jellegű események, amikor a mentőszolgálat nem találta a helyszínen a sérült, ugyanis ott hagyták a gépkocsit. És több esetben kerítésnek ütköztek, oszlopokat törtek ki a megye területén. Felhívom a figyelmüket a járművezetőknek a szabályok betartására. A megye területén több helyen tartanak a helyreállítási munkálatok, amit elsősorban a Magyar Közút, illetve az autópálya mérnökség folyamatosan végez helyreállítást, illetve próbálják pótolni azokat a közúti kresztáblákat, amik főútvonalakon törtek ki. Felhívom figyelmüket, hogy a szemetes konténereket rögzítsék, ugyanis nagyon sok esetben már a viradóra az erős szél elsodorta az üres konténert és ki az úttestre a forgalmi sávba. Egy esetben történt ilyen konténerrel való ütközés a megye területén Kisvárda belvárosában, amikor egy konténer egy személygépkocsi oldalának csapódott. Felhívom figyelmüket, hogy a szemetes kukákat is üdítés után vigyék a járdára, illetve vigyék be az ingatlanok udvarára, mert nagyon sok esetben ezeket is az erős szél felborítja. És akik a reklámtáblákat elhelyezik utak szélén, gondoskodjanak róla, hogy jól legyenek rögzítve, ugyanis nagyon sok esetben baleset veszélyt jelentenek. Ismét történt vadgázolás a megye területén tegnap reggelre viradóra, a 36-os számú főútvonalon, mikor vaddal ütközött egy gépkocsi. Köszönöm a figyelmet, a viszonthallásra! A Magyar Röplabda Szövetség elnöksége tekintettel arra, hogy a bajnokságuk folytatására meghatározatlan ideig kormányzati intézkedések és sportszakmai indokok alapján nem kerülhet sor, április 9-én a teljes felnőtt és az U15, U17, U19, U21 korosztályú utánpótlás teremröplabda bajnokságokat befejezetté nyilvánította és úgy döntött, hogy nem osztanak ki helyezéseket. Az, hogy a szövetség le fogja zárni a bajnokságot, az egyáltalán nem érintett minket váratlanul, mert jelen helyzetben ez volt a legészszerűbb döntés, meg az egyetlen döntés, amit hozhattak, mert ugye ebben a kialakult vírus okozta helyzetben, hogyha folytatni akarták volna a bajnokságot, az mindenféleképpen csak rizikóval járt volna. A későbbi időpontok pedig már ugye ha lehetőség nyílik arra, hogy bármi nemű versenysorozatot indítsanak ugye a nyár folyamán, azokat általában ugye a válogatott programok szokták elvinni a röplabdába. Én úgy gondolom, hogy ezt mérlegelni
felfigyelték. Úgy gondolom, hogy beszéltek a Nemzetközi Röplabda Szövetséggel is, hogyha esetleg lehetőség nyílik versenyeztetni, akkor ugye a válogatott programokat megtartanák, mivel hogy Európa bajnoki selejtezők is lesznek, azokat nem igazán tudták volna eltolni, így emellett döntöttek, tehát ez egyáltalán nem ért minket válaszlanul. A csonka szezont egy még Hollósi Lászlóval szerzett magyar kupa ezüstéremmel zárta a Fátum Nyíregyháza. Az extraligában 13 győzelemmel és 5 vereséggel a második helyen állt a már Németh Szabolcs által irányított együttes. Másodedzőként kezdtem, tehát abszolút én úgy számoltam ezzel a bajnoki szezonnal is, hogy ugye beülök az iskolapadba és tanulok, mind a mellett a röplabdát illetően rengeteg tapasztalatom van, de edzőként ugye azért még nem mondhatnám, hogy tapasztalt voltam, sőt igazából még abszolút tapasztalatlan. Aztán az élet úgy hozta, hogy be kellett állnom ugye ebbe a vezetőedzői pozícióba, ami ugye nem egy kis feladat, főleg egy ilyen patinás klubnak a kispadjára leülni. Mondhatnám, hogy klubhőség, még azért annyi ideje nem vagyok itt, hogy klubhőségről beszéljünk, de én nagyon szeretem ezt a klubot, és ez az egyetlen egy lehetőség nyílt arra, hogy folytassuk a munkát. Én ismertem a lányokat belülről, nem mondhattam nemet, nem magam miatt, hanem a csapat miatt nem mondhattam nemet. Annak ellenére, hogy tudtam, hogy ez egy nagyon nagy feladat, és valószínűleg még adott pillanatban ugye nem általam összerakott csapat, nem általam játszott szisztéma volt, tehát tudtam, hogy nehéz. Én úgy gondolom, hogy ha az eredmények nem is azt mutatták, mert játszottunk 4 meccset, ami sajnálatos módon volt 3 vereségünk, ugye ez az MTK talán a legfájóbb belőle, a legutolsó, de én úgy gondolom, hogy az előtt is és azt követően is már elindult egy olyan folyamat a csapatban, hogy megértették azt a játékszisztémát, amit szeretnénk játszani, amit egy picit más volt, de ugye nem felhagyva azt, amit ugye az előző vezetőedző diktált, mert azért annyit nem lehetett változtatni. Én megmondom őszintén, hogy sajnálom a játékosok miatt, hogy nem tudtuk ezt a rájátszást lejátszani, mert rengeteget készültek a bajnoki szezon addigi időszakáig. Tényleg rengeteg munkát beletettek. Még egyszer mondom, hogy nagyon-nagyon sajnáljuk, de nem tudtunk más csinálni. Ezt sajnos el kellett könyvelnünk, hogy más lehetőség nem nyílt arra, hogy tényleg biztonságban tudjuk egészségileg is a játékosokat is, illetve a stávtagokat. Németh Szabolcs elmondta, hogy a jövőről még korai beszélni, de a lehetőségek függvényében szeretnének majd olyan csapatot kialakítani, amely a klub múltjához méltóan szerepel a következő szezonban. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták április 14-én kedden. Friss hírekkel legközelebb, holnap várjuk majd Önöket. Tudósításainkat addig is visszanézhetik a weboldalunkon. Köszönjük a figyelmüket, vigyázzanak magukra, a viszontlátásra!